Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, államtitkár úr. Mi folyik a nyugati határszélen? Miből telik erre a brutális urizálásra itt a világjárvány közepén? Tehetjük fel a kérdést, de hát ez a kérdés költői, hiszen jól tudjuk a választ, a magyar adófizetők állják a végén a cehet. A Lajtahanság ZRT korábban állami mezőgazdasági cég volt, amelyet önök privatizáltak, és több lépcsőn keresztül, hogyhogy nem, Mészáros Lőrinchez kötött ki. Úgy tűnik, hogy mostanában Mészáros Lőrinc és a hozzá köthető agrárcégek a vadászatban szeretnének nagyot előre lépni, és a csodálatos természeti környezetben az Észak-Hanságban található Krisztina Berek tava partján egy 6 hektáros vadászkomplexumot húztak fel pillanatok alatt, tényleg szinte varázsütésszerűen a földből, mindenféle extra engedélyt ehhez szintén pillanatok alatt megkapva. Ez a luxus komplexumhoz egyébként sok minden tartozik, aki akar, akár helikopterrel is érkezhet, lehallgathatatlan helységekből áll, és mintegy 25 ezer hektár jó nagyvadas vadászterület is tartozik ide. A 86-os számú főúttól 5 kilométeres aszfaltos utat létesítettek. Érdekességképpen megjegyezném, hogy az itt élő néhány család évtizedek óta könyörög egy járható útért, nekik eddig nem adatott meg, és az is érdekes, hogy ezt a céget, ezt az utat Szíj László cége építette, ugye a Duna Aszfalt, aki arról híres, hogy a fideszes elitet az Adrián szokta jaktoztatni. Mindez a komplexum sajtóhírek szerint 1500 millió forintból létesült, és akkor talán még egy érv a Mészáros adó mellett ezen felszólásról, amit önök elutasítottak, és amiben azt irányoztuk elő, hogy ha egyszer valaki évtizedeken keresztül az állam az örök kegyeltje volt, akkor az ilyen nehéz helyzetben igenis juttasson vissza legalább, csepegtessen vissza néhány adóforintot a közösbe. Tehát kérdezem, mit szól ehhez a kormány, ehhez az urizáláshoz? Részt vette esetleg ön vagy a minisztériumból, esetleg a kormányból valaki a nagyszabású avató ünnepségen, amit a Szarvasbőgés kellős közepén tartottak? Köszönöm szépen, képviselő úr! A választ Orbán Balázs államtitkár úrtól fogjuk hallani. Parancsoljon, államtitkár úr! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! Bevallom őszintén, zavarba hozott, mert nem tudom, hogy önöknél mi a divat. Lehet, hogy önöknél a Jobbikban az a divat, hogy bizonyos iparágakat, gazdasági szereplőket, vállalkozókat politikai alapon megkülönböztetnek, listáznak, adott esetben negatív jogkövetkezményeket kapcsolnak az ő politikai hovatartozásukhoz. Nálunk ez nem divat. Mi nem politikai alapon döntünk gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő vagy munkahely megvédő tevékenységekről, hanem az alapján, hogy mi a jó a magyar embereknek. És ez 2010 óta is sikeres politikának minősül. Nézzék meg a foglalkoztatási adatokat, nézzék meg a reálbér és az átlagbér emelkedésre vonatkozó adatokat, nézze meg a gazdasági növekedésre vonatkozó adatokat, és hogyha most itt a koronavírus járvány kellős közepén vagyunk, akkor gondolom abban talán csak tudunk nemzeti minimumra jutni, meg egyetérteni, hogy itt sem politikai alapon kéne megkülönböztetni különböző vállalkozókat, hanem mindenki, aki ebben a nehéz helyzetben beruházni szeretne, munkahelyeket szeretne teremteni, vagy meglévő munkahelyeket, megtartását vállalja, az jogosult az állami támogatásra. És ha megnézi az erre vonatkozó statisztikákat, itt ülünk hetek óta a parlamentben, és csak ezeket a statisztikákat soroljuk az önök kérdésekre, azokból az látszik, hogy politikai hovatartozástól függetlenül mindenki, aki kért munkahely teremtő vagy munkahelyvédő támogatást, az kapott, és mindenki, aki olyan értelmes tervet tud megfogalmazni Magyarországon, amelyből gazdasági növekedés lesz, az támogatásra jogosult. Mi ezt szeretnénk fenntartani, és nem szeretnénk visszahozni azt a rendszert, amit ön javasol, amelyben politikai ideológia alapján döntenek ilyen különböző támogatásokra. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egy perces viszontválasz a Magyar Zoltán képviselő úré a szó, parancsoljon. Beszédes volt, államtitkár úr. Ön szerint a magyar emberek érdeke az, hogy egy évi 4,6 milliárd forintos árbevételt produkáló állami céget privatizálnak,
Ön szerint a magyar emberek érdeke és a magyar embereknek siker az, hogy Mészáros Lőrinc véletlenül az ország leggazdagabb embere lett. Ön szerint az természetes, hogy az évtizedek óta ott horgászó magyar állampolgárokat most napi 22 ezer forintos díjjal próbálnak meg távol tartani ettől a tótól. Ön szerint az normális, ha én közúton, még egyszer hangsúlyozom, közúton megközelítem ezt az ingatlant, akkor biztonsági őröket küldenek rám, hogy még véletlenül is a közútról se tudjam megpillantani azokat a luxusjárműveket, amelyekkel önök felavatták ezt a vadászkomplexumot. Ezek szerint ön normális, hogy a korábbi tervekkel ellentétben, amikor ez a térség úgy volt, hogy Moson-Magyaróvár tüdeje lesz, az most gyakorlatilag a fideszes elitnek a játszóterévé vált. Ön szerint normális, hogy már nem gyermektáborokat tartunk ezen a területen, nem erdei iskolák folytatják a tevékenységüket, hanem önök vadászgatnak kizárólag. Ezt visszautasítom, és úgy gondolom, hogy egyáltalán nem a magyar emberek érdeke, ez kizárólag a Fidesz érdeke, ami itt történik. Köszönöm szépen, képviselő úr! Egy perces viszont válasz illeti meg Orbán Balázs államtitkár urat is, parancsoljon. Képviselő úr, hála az Istennek, nem vagyok abban a helyzetben, hogy a Jobbik parlamenti képviselőinek vagy frakciójának tanácsot adjak, de azt nem tűnik egy jó és életképes politikai stratégiának, hogy ön olyan felszólásokat tesz, amelyben emberek millióit és vállalkozások tízezreit megsérti. Ugyanis az elmúlt percekben ezt tette, ugyanis azok a támogatások és azok a rendszerek és azok a segítségek, amiket ön áttételes módon kritizált, azok emberek millióinak, munkahelyének megtartását, megvédését szolgálta és vállalkozók tízezreinek segített ebben a nehéz helyzetben, amit a koronavírus járvánnyal összefüggésben mindannyian megélünk. Szerintem nem jó. Nem jó az, hogy önök ezeket a döntéseket így támadják. Egyébként pedig, ha ön valamilyen törvénytelenséget észlel, bármivel összefüggésben, mert a törvényeket mindenkinek be kell tartania, akkor forduljon az illetékes hatóságokhoz, mi ezzel összefüggésben az ön törekvéseit támogatni tudjuk, ha vannak ilyenek. Köszönöm szépen!